Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm dr. Fülöberik polgármester urat. Ismét összejött annyi kérdés, hogy ha megkérdeztük a polgármester című műsorunk keretén belül, ezt neki szegezhessük polgármester úrnak. Én javaslom, hogy kezdjünk is hozzá. Az első kérdés, hogy a felújításra került a központi orvosi rendelő, a Kabai János központi orvosi rendelő? Jól mondom. Mennyire sikerült itt megoldani a parkírozást, hiszen ott tudjuk, hogy elől nem lehet, ott a 36-os közvetlenül bent az udvarban pedig csak a megengedett járművek közlekedhetnek, illetve mehetnek be. Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Szerintem mindannyian tudjuk, szembesültünk vele, hogy a tavalyi évben elkezdődött ugye a központi egészségügyi épületünknek a felújítása. Immáron elkészültünk, egy én azt mondom nagyon találó, Tiszavasvárihoz illő elnevezést is kapott az épület, a Kabai János egészségügyi központ lent ennek az elnevezése. Mivel kívülről is megcsinosodtunk, belülről is én azt gondolom, hogy szépültünk, azért a külső részeknek a rendbetételére is kellett fordítanunk jelentős anyagi vonzatokat, és hát pontosan ezért, ami régebb óta húzódott és talán sokaknak bántotta a szemét és sok kellemetlenséget okozott is, magának az épületnek az elkerített részén kívül a garázssorok előtt, illetve a társasházak melletti területen a parkolás az nehezen volt megoldható. Esős, sáros, lucskos időszakban általában megállt a víz, és hát sok kellemetlenséget okozott nem csak az ott lakóknak, hanem azoknak az autó tulajdonosoknak, akik a hátsó területen parkoltak le. Hát voltak visszajelzések is az önkormányzat részére, hogy most már aktuális lenne egy szép felújított orvosi rendelő átadásával, vagy elképes átadásával egy időszakban azért megoldani ott a parkolási nehézségeket is. És hát ez ösztönözte azért a település vezetést, hogy minél hamarabb próbáljunk megoldást keríteni erre a kialakult helyzetre. És hát én nagyon örültem neki, hogy az idei szűkösebb költségvetésből, de sikerült kiszorítanunk azt a megfelelő pénzügyi keretet, amivel meg tudtuk rendelni, és fel tudtuk újítani az ottani területet. Amit érdemes elmondani, hogy mart aszfalttal került borításra az ottani terület, a csapadékvíz elvezetést is sikerült megoldani. Én azt gondolom, hogy a munkák kivitelezésében nagy köszönet illeti meg Kovács Miklós bácsit és ifjabb Kovács Miklóst, a Tisza melléki mélyépítő Kft. Menedzsmentjét, ügyvezetését, akik rendkívül hatékonyan, mint hogy tőlük már megszoktuk, és még fontosabb, hogy rendkívül gyorsan, minimális idő alatt megoldották a kivitelezési munkálatokat. Én azt hiszem, hogy árban is nagyon kedvező ajánlatot tettek az önkormányzat számára, így a legkisebb fennakadással elkészülhetett ez a felújított vagy új burkolatot kapott parkoló rész. Én éppen a tegnapi nap folyamán láttam, jártam azon a területen, és hát szerencsére a nagy kánikulai melegnek itt a nyári időszakban mindannyian örülünk, és nem csak a strandon örülhetünk, hanem vannak egyéb más előnyei és vonatkozásai is. Itt például az, hogy a martaszfalt az nagyon szépen megolvadt, nagyon szépen betömörödött, megszilárdult, úgyhogy bízom benne, hogy végérvényesen is megoldhattuk ezt a problémát. Amit még itt érdemes megemlíteni, hogy azért nem csak az épületnek a külseje, illetve a belseje szépülhet meg, és maga a parkoló részét, vagy a parkolási nehézségeket próbálta orvosolni az önkormányzat, hanem várhatólag azért az ügyeleti terület is szépülni fog, és az orvosi rendelő, az ügyeleti rendelő mögötti egy kicsi elhanyagolt terület, illetve a kerítésnek a felújítása is meg fog történni még ebben az évben. A ügyeletet ellátó vezető főorvossa, vállalkozó főorvossa, dr. Rojkó László képviselő úrral történő egyeztetés alapján elmondta dr. úr, hogy ő szeretné
a megújult környezethez mérten a hátsó területet is nagyon szépen rendbe rakni, úgyhogy elektromos garázskaput, kocsi beállót, felújított kerítéssel fogja majd megörvendeztetni a betegeket és az odalátogatókat. Én bízom benne, hogy ennek az elkészültével valóban nem csak az épületnek a külseje, belseje szépülhetne meg, hanem a teljes területét nagyon szépen rendbe rakjuk, és nagyon sokáig élvezhetjük ezt a szépen rendbe rakott egészségügyi központot. Tehát akkor összegezzük, aki a központi orvosi rendelőbe megy, most már nem csak az áruház sor előtti parkolóban parkolhat, hanem e mögött lévő területen is ki lett alakítva a parkoló, tehát ott nyugodtan leállhatnak, és csak át kell menni a rendelőt. Igen, a szokások alapján ugye kialakításra került, vagy megszokásra került az, hogy a nagy forgalom esetén elsősorban a hétvégi időszakban azért nagyon sokan megálltak azon a területen is. Ugye ott garázsok is vannak a hátsó részen, lakóházak is vannak, társasházak is vannak, és sokan ott parkoltak hátul. És pontosan azért volt ez sokszor kellemetlen, mert a tavaszi esőzések, illetve az őszi, inkább az őszi téli csapadékosabb időjárásban nagyon felázott a talaj, a belvíz elvezetés sem volt a teljes mértékig megoldva, a kitaposott gödrökben ugye megállt a csapadékvíz, sáros volt, lucskos volt, és hát ez kellemetlenséget okozott, nagyon sokszor nem is tudtak kiszállni az autósok, annyira felázott ott a talaj, úgyhogy ezzel most én úgy gondolom, hogy végérvényesen orvosoltuk a problémát, és már a hátsó részen is lehet parkolni. Köszönöm szépen! Következő, hát az inkább nem is inkább kérdés, hanem egy ilyen elismerő vélemény, hogy olvashatták városlakói, hogy a múzeum ismét nyert pénzt, és ezáltal egy ilyen gyógyszertörténeti kiállítást sikerül, állandó kiállítást sikerül belőle nyitni. Erről mit lehet tudni? Igen, hát rendkívüli örömhír volt, hogy a Vasvári Pál Múzeumunk egy megyei orvos történeti gyógyszertörténeti gyógyszerészeti kiállításnak a megrendezésére pályázott. Ugye volt egy állandó kiállítás, amelyet már gyakran megcsodálhattak az ide látogatók. Itt is Szavasváriban is ennek a kibővítését, illetve új elemekre történő megpályázása, vagy pályázatát támogatták az irányító hatóságok, a pályázatnak az elbíráló szervei. Ennek több vonatkozásból is örülhetünk, én azt hiszem mindannyian tiszavasváriak. Egyrészről azért, mert van egy Kabai Jánosunk, akinek az életműve az Tiszavasvárihoz köthető, és Tiszavasváriból indulva, vagy Bücsen Mihályról indulva kapott ő világhírnevet. És egyrészről a kiállítás, amely jelentős anyagi eszközöket is biztosít, illetve építési jellegű beruházásoknak a végrehajtását is támogathatja, tehát a tárlatnak a kialakítását is támogatja a pályázat. Éppen ezért én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy hasznos dolog, hogy Kabai Jánosnak az életművét is megismerhetjük. Ugye maga az, hogy az orvoslásban, orvostörténetben az elmúlt 100 évben vagy 150-200 évben mit ért el az emberiség, az is egy csoda, látványos kiállításnak az apropója lehet, de én azt hiszem, hogy azért mindannyiunk, aki kicsit Kabai mindig is közelebb állt a szívéhez, és a gyógyszerészeti kiállítás kapcsán is inkább a Kabai életművet csodálhatjuk majd meg, illetve ezt nézhetjük meg. Következő kérdés, vagy kérdéssor. Ugye a kátyúzás a tél, az mindig kicsit felborzolja a kedélyeket, hiszen ha nem vesz észre az ember, akkor az autóban komoly károk keletkezhetnek. Jelenleg a városban hogy áll ez a kátyúzás helyzet? Valamint a Kálvin út és környékén lakók kérdezik, hogy ők miért maradnak ki mindig a kátyúzásból? Igen, hát minden évben megszokhattuk, hogy a nyári időszakban azért az önkormányzat megpróbálja 100%-os módon teljesíteni a kátyúk eltüntetésével járó feladatot. Ha esetleg kimarad egy-két kátyú, és valakinek hiányérzete van, hogyha jelzik ezt a hivatal felé, azért azt megpróbáljuk majd a következő körben, illetve még a munkálatok befejezése előtt orvosolni, és ezeket a kátyúkat megszüntetni.
És hát valóban sikerült, én azt gondolom, hogy többé-kevésbé jól felmérni, hogy hol vannak a Tiszavasváriban a nagyobb kátyuk. Ezt martaszfaltozással, szintén a Tisza melléki KFT, mint ahogy a korábbi időszakban is ők végezték, az idei évben is teljesítették, a kollégák felmérték. A képviselőtestület tagjaitól, minden körzetnek a képviselőjétől bekértük azokat az információkat, hogy esetleg a saját körzetükből ők tudják-e, hogy vagy a lakosság részéről jelezték-e felé, hogy hol vannak olyan kátyuk, amelyet meg kell szüntetni az önkormányzatnak. Ha vannak olyanok, amelyek kimaradtak, akkor természetesen ezt megpróbáljuk orvosolni, ezekért elnézést kérünk. Ugye még 100%-ig nem zárultak le ezek a folyamatok, de hasonlóképpen, ahogy említetted itt a Kálvin úti terület részt, biztos vagyok benne, hogy a kollégák ki fognak menni, szemrevételezik, és akkor majd a kivitelező vállalkozóval megbeszélve vagy megrendelve ezeket a eddig kimaradt kátyukat is megpróbáljuk majd betömetni. Sportszerető közönség részéről érkezett egy kérdés. Felröppent a hír, hogy a sportcsarnok felújítása kerülhöz valós-e, és ha ilyen, akkor ez most jelenleg milyen stádiumban van? Igen, egy rendkívül impozáns sportcsarnokkal rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan hasonló, vagy tőlünk még nagyobb települések is megirigyelhetik. Én azt gondolom, hogy többé-kevésbé maga a szerkezete a csarnoknak az jó minőségű, viszont azért az elmúlt 25 évben elég kevés volt az a karbantartási vagy felújítási munka, amely a csarnokra lett fordítva. És habár az önkormányzat már az utóbbi néhány évben elkezdte ezeket a munkálatokat, azért még igencsak van mire néznünk, és vannak olyan feladatok, amiket el kellett látni. Két részre lehet osztani a csarnok felújításával kapcsolatos munkálatokat. Az egyik része az volt, amit önerőből az önkormányzat a Városi Kincstáron keresztül megvalósít, illetve megvalósított, mert hogy ezek elkezdődtek már egy jó 3 héttel ezelőtt ezek a munkálatok. Itt elsősorban az öltözőknek a felújítása, a kiszolgáló termeknek a felújítása, a mellékhelyiségeknek a felújítása volt, amit betervezett az önkormányzat. Itt különböző csaptelepeket, zuhanyzókat, tükröket, csempéket cseréltük ki, burkolást cseréltünk. Ez is egy jelentős tétel volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 1,5 millió forintot meghaladta az a beruházási költség, amivel a sok öltözőt, mosdót rendbe tette az önkormányzat. Én ezt meg is néztem, ott a helyszínen valóban egy kicsit szebb arculatot kaptak ezek a helyiségek. Viszont a nagyobb lépés, és azt gondolom, hogy talán a látványosabb lépés... Már fel. Azért a felújítások, öltöző, csaptelep, mi egymás, tudjuk jól, hogy ezek nem a kézilabda és más ilyen városi sportrendezvényeken mentek tönkre, és nem akarok senkit gyanúsítgatni, de elég sokat járok oda, és hát bizony a középiskolák ott tartják, vagy ott a középiskola tartja a tesi óráit, és hát utánuk szokott maradni olykor ilyen-olyan kár. Tehát most be lesznek zárva ezek az öltözők olyankor, ha óra folyik, vagy hogyan sikerül megvédeni így a kialakított állagát? Hát most igazából ami megoldás jelenthet, az a kamerarendszernek a kibővítése, kiszélesítése. Ami talán még nagyobb visszatartó erőt jelenthetne, az, hogyha a testnevelés órákat ott tartott felügyelő pedagógusok, azok még fokozottabban próbálnának figyelni azokra a gyerekekre, akikről ugye nem kell beszélnünk. Hát sajnos gyakran szembesülünk vele, hogy nem a vendégként Tiszavasváriba látogató kézi csapatoknak a tagjai vagy a teremtornák alkalmával rongálódnak meg ezek a épületek, illetve ezek a termek, az öltözők, mosdók. Én azt gondolom, hogy mindenki azért igyekszik tőle telhetően, ugye az önkormányzat is felügyelőket tart, vagy sporttal kapcsolatban sportszervezőket, akik ott vannak a sportcsarnokban a tanítási órák idején is. Nagyon nehéz ezeket megfogni, ezeket kiküszöbölni, de természetesen az lenne a cél, hogy megpróbáljunk minden ilyen rongálást visszaszorítani. A csarnok felújításával kapcsolatban, mint ahogy már említettem,
A másik terület, ami sokkal nagyobb lélegzetvételű, az a TAO támogatásból megvalósuló felújítás. Erről azt lehet tudni, hogy a nyerességgel rendelkező cégek, vállalkozások adómentesen ugye felajánlhatják ezt a nyereséget valamilyen sportszervezetnek, sportegyesületnek a látványsportágak kapcsán, tehát kézilabda, foci, vízilabda, és még sorolhatnám azokat a sportágakat. És a szakosztályok az önkormányzat segítségével, adott esetben itt Tiszavasvárjában Tiszavasvári Sportegyesület az önkormányzatnak hathatós támogatásával ezt az infrastruktúra fejlesztésére, illetve utánpótlás nevelésre tudják fordítani. Ugye az infrastruktúra fejlesztése kapcsán már az elmúlt két évben rendkívül látványosan megújult, vagy felújítottuk a Lombik pályát, a sporttelepet. Ugye ott is a faháznak a felújítása megtörtént, valamint a korlátoknak, a lelátó részeknek a rendbetétele, a labdafogó állóknak a kerítésnek a rendbetétele. És hát most elérkezett az időszak, hogy egy nagyobb összeggel, a nagyobb kerettel megpróbáljuk felújítani a sportcsarnoknak az épületét is. Ez egy jelentős beruházás lesz, amit TAO támogatásból egyrészt az utánpótlás nevelésre kaptunk, másrészt a sportcsarnok felújítására, ez közel 40 millió forintos összeg, hogyha jól emlékszem. Az önkormányzati önerő is egy tetemes összeg ebben, hiszen meghaladja 11 millió forintot, amelyet mi önerőként ehhez a pályázathoz hozzárakunk. És hát ebből látványos elemek valósulhatnak meg. Ugye akik kézilabda mérkőzésekre járnak, azok láthatták, hogy megújult az eredménykijelző, az is már ebből a TAO támogatásból történt, valamint a kamerarendszernek a kiépítése is ebből a támogatásból fog megvalósulni, és hát a lelátó részeken is lesznek majd felújítási munkálatok elvégezve, valamint a világításnak a felújítása, valamint a villanyhálózatnak, villanyrendszernek a felújítása, ami én azt gondolom, hogy talán a leglátványosabb, és ami a leginkább már időszerű volt az önkormányzat számára, illetve a sportszeretők számára, az a sportcsarnoknak a tetőszigetelésének a felújítása. Most már elkezdődtek ezek a munkálatok is, új borítást fog kapni a cserepek alatt gyakorlatilag a sportcsarnoknak az épülete, és azokon a helyeken, ahol ugye a beázásokat tapasztaltuk, és igen sok kellemetlenséget gondot okozott, akár a testnevelés óráknak a megtartása kapcsán, akár az edzéseknek, akár a különböző teremfoci tornáknak a lebonyolítása, és hát nem beszélve arról, hogy a kézilabda mérkőzéseinknek a lebonyolítása kapcsán is azért voltak kellemetlenségek, sőt, hát ugye emlékezhetünk arra, hogy mint egy 3 évvel ezelőtt, amikor csapadékosabb időjárás volt január-februárban és nagy hóesett, akkor volt olyan, hogy kézilabda mérkőzést sem lehetett megtartanunk, és halasztást kértünk, mert hogy több helyen beázott a tető, és hát veszélyes volt, vagy veszélyes lett volna így lefolytatni a mérkőzéseket. Azzal én úgy gondolom, hogy most egy jelentős tételből nagyjából egy 6 millió forintból megvalósulhat a tetőszigetelés, illetve a tetőszerkezetnek a felújítása. Én bízom benne, hogy minden ilyen problémát, vagy minden ilyen visszásságot ki fogunk tudni küszöbölni, és egy jó hosszú időre meg lesz oldva a tetőbeázásnak a problematikája, és nem kell majd ilyennel foglalkoznunk, még akkor sem, hogyha nagyon csapadékos lesz az idő. Hát ez ráfért már nagyon a csarnokra, elég sokat járok oda, és láttam, hogy sokszor ilyen esős időben több lavor volt a földön, mint egy vasboltban. Meg nem beszélve arról, hogy nem csak az, hogy beázott, hanem a parketta is ezáltal felpuposodott, hiszen benedvesedett, és így szintén használhatatlan volt. Na köszönöm szépen, menjünk tovább. A kérdés elé egy kis körítés, biztos sokan emlékeznek még rá, amikor az autópálya még nem került átadásra ezen a szakaszon, és akkora volt Vasváriban a forgalom, hogy szinte lehetetlen volt az bármelyik mellékútról, főútra rátérni, és akkor itt jön a kérdés, hogy most szintén nagyon sokszor ilyen áldatlan állapotok vannak, nagyon nagy a forgalom itt az elektronikus útdíj bevezetése miatt. Tud-e bármit is tenni a város azért, hogy ez valamelyest enyhüljön, vagy netán megszűnjön? Valóban az egyik oka talán ennek a megnövekedett forgalomnak az a útdíjadónak a bevezetése volt, és hát azt tapasztaljuk, hogy azért egyre nagyobb a
elsősorban a kamionos forgalom, ami azért megkeseríti mindenkinek az életét. Hát ez a 36-os főút, ez mindig is egy ilyen kritikus szakasz volt, és a korábbi időszakban is tapasztaltunk sokszor ilyet. És valóban, amikor az autópálya átadása megtörtént, akkor valamelyes csökkent, sőt voltak olyan időszakok, amikor nagyon kedvezően is alakult. Viszont az utóbbi egy évben, vagy másfél évben újra megnövekedett a forgalom. Nagyon sok visszajelzés érkezett hozzám is, akár fogadónap kapcsán, akár levélben, sőt hát képviselői jelzés is érkezett. És hát ennek köszönhetően, illetve hát én magam is tapasztaltam, és azt hiszem, hogy mindannyian, akik azért járjuk a városközpontot, vagy a 36-os főúton közlekedünk, azért tapasztaljuk, hogy valóban sokszor már elviselhetetlen ez a forgalom, és tényleg nem túlzó azt állítani, hogy intézkedni kell ebben a kérdéskörben. Én felvettem először informálisan a kapcsolatot a közlekedési hatóságokkal, és nagyjából egy fél éve egyeztettem velük, és kérdeztem, hogy mi annak a menete, hogy ezt a forgalmat csökkentessük, milyen szankciók, vagy milyen lehetőségek vannak az önkormányzatnak a kezében. Akkor azzal biztattak, hogy ha el fog készülni az elkerülő út Nyíregyházán, akkor várhatóan Tiszavasvári is tehermentesül valamennyire, és nem lesz ekkora forgalom. Ennek az átadási időszaka az november 30-a, mivel én úgy tudom, hogy pályázati támogatásból is valósul meg ez az útszakasznak az építése, így talán köti a kivitelező cégeket is ez a határidő, tehát várhatólag november 30-án átadásra kerülhet az elkerülő útszakasz. Ezzel párhuzamosan azért egy 2-3 hónappal ezelőtt már elkezdte az önkormányzatunk a forgalomszámlálást, ugye ez volt egy olyan kívánalom, amelyet le kellett folytatni, mielőtt bármiféle egyeztetésbe kezdünk, hogy legalább lássuk, hogy valóban mekkora az a forgalom, és adatokkal tudjuk bizonyítani, vagy alátámasztani, hogy valóban kritikus a helyzet. Igazából a következő lépésünk az lenne, hogy megvárnánk ezt a átadást, amire nagyjából egy 3 hónap múlva sor kerülhet. A kezünkben lévő forgalomszámlálási adatokat mellékelten én már megküldtem a kollégák révén a különféle közlekedési hatóságokhoz, felügyeletekhez, és most várjuk a visszajelzést, hogy mi az önkormányzatnak a kezében, amit megtehet. Ugye hallottuk szerintem az elmúlt egy évben már 2-3 olyan településről, aki hozott egy-egy döntés, hogy kitiltotta a nagy gépjárműveket, a tehergépkocsikat a saját területükről. Ezt ugye akkor lehet megtenni, hogyha van másik útirány, van másik elkerülő útirány, kikerülve azt az adott település, ugye itt Tokaj városa, ami hirtelen nekem az eszembe jut ezzel kapcsolatban, és hát ez vagy valami hasonló megoldás lehet majd az önkormányzat számára is. Nekem első körben azt a tájékoztatást adták, hogy ezek a döntések, ezek jogszerűtlenek, tehát addig, amíg nincsen biztosítva más elkerülő út, addig ezzel nem fognak tudni mit kezdeni, és hát valószínűleg vissza kell vonni ezeket a döntéseket. De azzal, hogyha novemberben valóban elkészülhet az elkerülő, akkor már mi is tudunk ilyen döntéseket hozni, és hát mondjuk adott esetben, ha úgy tapasztalja a képviselőtestület vagy az önkormányzat, hogy még ekkor sem csökken jelentősen a 36-osnak a tehergépjárművi forgalma, akkor különféle ilyen súlykorlátozó döntések bevezetését hozhatjuk. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Következő kérdés. Annak idején Tiszavasvárban, amikor a szennyvízberuházás megtörtént, utána gyönyörű európai szintű aszfalt burkolatot kapott a város, hallhattuk. Aztán itt kiderült, ahogy az útpatka egyre inkább fogy, hogy az útfelület az keskenyebb lett az eredetitől, másrészt viszont olyan mély gödrök vannak olykor, így ha megyünk a városon belül mellékutakon, hogyha az tele megy esővízzel, az autókban igen nagy kárt tud okozni, amit azt hiszem, hogy ez az önkormányzat pénztárát terheli, hogyha ez bejelentésre kerül. Már volt ugyan az útpatkáknak a felújítása, de pont a keskeny utak miatt az autók kijárták. Mit tud tenni ezzel ellen az önkormányzat, illetve ezért, hogy ezek eltűnjenek? Itt is két részre lehet választani szerintem a kérdéskört. Az egyik a önkormányzati fenntartású utaknak, a patkájának a rendezése, a másik pedig a állami fenntartású utaknak.
a 36-os főút, a Bajcsi út, a számozott utak azok mind állami fenntartásúak, és ezzel kapcsolatban a különböző közlekedési felügyeletekhez lehet fordulni. A forgalomszámlálása, illetve a 36-os főútnak a tehergépjármű forgalmával kapcsolatosan, illetve ezzel párhuzamosan jeleztük az állam felé, hogy a 36-os út mellett is azért nagyon sok helyen a patkák rossz állapotban vannak, rossz minőségűek, és hát ezeknek a kijavításával kapcsolatban mikor tesznek lépéseket és milyen intézkedésekre számíthatunk. Ez a levél, ez elment már jó néhány héttel ezelőtt, én betudom annak, hogy most jelenleg ugye uborka szezon van és mindenhol a nyári szabadságolási időszakokat töltik, de bízom benne, hogy azért az augusztus hónap végén vagy szeptember hónap elején már megkapjuk erre a választ, és olyan pozitív választ, aminek örülhetünk is majd. Az önkormányzat pedig egyrészt a közmunkaprogramnak a keretein belül tud pályázni az útpatkáknak a javítására, helyreállítására. Ha jól tudom, akkor most is zajlik ez a munkafeladat. Folyamatos, igazából előre terv szerint elkészített ütemterv alapján zajlik le ezeknek az útpatkáknak a javítása. Én itt is, vagy ezzel kapcsolatban is arra kérnék mindenkit, akár a képviselőtestület tagjait, akár a lakosság részéről, hogy várjuk az olyan jellegű visszajelzéseket, ahol esetleg ilyen probléma van. Van egy ütemtervünk, hogyha ha ugye ebbe benne van annak az adott útszakasznak, vagy adott utcarésznek a patkájának a javítása, akkor ezt örömmel fogjuk tudni megmondani a bejelentőnek, hogy még az idejében sor kerülhet rá. Hogyha esetleg kimaradt valamilyen oknál fogva, vagy mondjuk nem vettük észre, akkor pedig várjuk és megpróbáljuk majd az adott útszakaszon is rendbe rakni a patkát. Hát valóban valami olyan jellegű megoldást kellene egyébként találnunk, ami hosszú távon biztosítja az útpatkának a rendbetételét. Megvannak ugye ezek a praktikák, nem kell semmiféle új újdonságot vagy új dolgot feltalálni, viszont azért az önkormányzatnak a költségvetése, a büdzséje az, ami keretet szab minden ilyen ötletnek, és hát elsősorban ugye a közmunkaprogramban pályázható munkaerő, illetve a közmunkaprogramon pályázható anyagok is egyfajta határt szabnak az elgondolásunknak, tehát valószínűleg ezért tudjuk csak szinte javítgatni az útpatkákat folyamatosan, ezért nem tudjuk időtállóan azt mondom, hogy szinte hosszú távra rendezni ezeket a kérdésköröket. Nem is a munkával lenne baj, hiszen láttuk többször is, hogy ilyen tégra törmelékkel, utána másmilyen törmelékkel, ezzel-azzal próbálgatták ott foltozgatni az utat, hanem maga ez az anyag, ami belekerül, hiszen hogyha tényleg egyszer belekerülne és az ott tapadna, akkor elég lenne egyszer megcsinálni, csak hát ez az, amit említettél, hogy ez pénzkérdése. Igen, hát én azt gondolom, hogy nem csak, ezt tudom, hogy nem sok mindenkit vigasztal, de nem csak Tiszavasvári sajátosság, ugye ez a problémakör. Rossz utak, kátyuk, rosszabb minőségű járdák, illetve rossz útpatkák vannak. Én megkockáztatom, hogy egész Szabolcs-Szatmár-Beleg megyébe, sőt, hát egész Magyarországon. Azt azért látni lehet, hogy mondjuk az önkormányzat azért igyekszik folyamatosan. Tehát olyan nincsen, vagy olyan év nincsen, hogy ne különítenénk el a költségvetésünkben, ne szánnánk arra nagyobb összeget, hogy mondjuk a kátyúzást, a járdajavításokat, az útfelújításokat, a patkajavításokat ne vállalná az önkormányzat. Ez ugye jelentős tétel a kasszánkban most ebben az évben is, mindent összerázva azért több tízmilliós nagyságrend, akár közmunkaprogram keretében, akár pedig a saját kasszából, amit fizet az önkormányzat, hogy ezeket a folyamatokat megpróbálja koordinálni és minél hamarabb megoldani. Hát én bízom benne, hogy azért azokat a fajta kis sikereket is látják a lakosság részéről. Ugye amikor jönnek visszajelzések, vagy egy-egy útszakaszon a kátyukat jól ki tudjuk javítani, vagy mondjuk új járdát tudunk építeni, azért a lakosok nagy része az ezt örömmel veszi, illetve pozitívumként éli meg, hogy na, végre elkészült valami. Mindig vannak kekecek, meg mindig vannak akik olyanok, akik végül is olyan visszajelzéseket
adnak felénk, hogy miért éppen így kellett, miért ott kellett, miért arra rejt, miért oda fog folyni a víz az adott területről, de egy szó mint száz, én azért azt tapasztalom, hogy a lakosság nagy része, döntő többsége azért örül ezeknek a munkálatoknak, és el is ismeri, hogy azért valami történt, és jobb lett, mint milyen volt az előző időszakban. Köszönöm szépen, és elérkeztünk az utolsó kérdéshez, ami főként a nyári időszakot érinti. A város perifériáján élő közmunkások, amikor mennek dolgozni, ugye tudjuk, hogy ilyenkor éjszakára mindenkinek nyitva az ablak. Na, szóval ez a népcsoport a kultúrájából adódóan olyan hangosan megy az uton, hogy aki esetleg az 5 órási munkakezdés után még vissza tud aludni, a fél hetesek biztos, hogy felkeltik. Lehet esetleg valamit tenni, vagy nem tudom, Balogh képviselő úr tudná a lakossági fórum keretén belül hozzászólni ezekhez az emberekhez, hogy egy kicsit ugyan már hagy aludjanak már azok, akik éppen szabadságon vannak, vagy éjszakások voltak. Hát valóban jöttek hozzám is ilyen jellegű észrevételek, vagy visszajelzések. Én azt gondolom, hogy megpróbáljuk orvosolni. Most a kincstár vezető személyében változás történt, illetve olyan jellegű változás történt, hogy Krasznainé dr. Csikós Magdolna, aki ugye otthon volt, babázott, most visszatért hozzánk. Én már beszéltem Magdival ezzel kapcsolatban, hogy valamit próbáljunk ki. Ami ugye gátolja az önkormányzatnak is, illetve a kincstárnak a lehetőségeit, az, hogy a felújítási munkálatok miatt egy kicsit most szétszórt szinte az egész város, és a kincstár területén is most jelenleg ezerféle eszköz van, és maga a felújítás is éppen gőzerővel zajlik. Én bízom benne, hogy minél hamarabb tudunk erre megoldást találni. A közmunkaprogram kapcsán már most azt látom, hogy van egy ilyen nagyon erőszakos kényszer, állami kényszer, hogy minél több embert vegyünk fel közmunkaprogramba, szinte válogatás nélkül mindenki kerüljön be bármilyen jellegű program folyamatnak az elvégzésébe. Ezzel is talán egy kicsit kozmetikázva a munkanélküliségi adatokat, viszont nagyon sokszor olyan személyeket is felveszünk, vagy kiközvetítenek, akik nem biztos, hogy annyira hasznos tagja a társadalomnak, vagy tudnak gyakran viselkedni, ezekre az emberekre rá kell szólni. Ugye folyamatosan történtek az én részemre is visszajelzések, hogy vannak brigádok, akik nagyon jól dolgoznak, kiemelhetem mondjuk egy-két járdaépítő brigádot, kertészeti csapatunkat, a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó csapatokat, akik szinte évről évre mindig visszakerülnek ezekbe a programokba vagy képzésekre, és hát vannak olyan elemek, új elemek is, akikkel baj van, akik nem tudnak viselkedni, nem úgy dolgoznak, nem olyan mentalitással rendelkeznek. Most jelenleg több mint 600 fő az, aki Tiszavasváriban dolgozik, tehát én úgy emlékszem, hogy talán 4 vagy 5 éve volt ezelőtt ekkora nagyságrendben közmunkaprogram itt Tiszavasváriban. Ez, megkockáztatom, hogy már-már azért kezelhetetlen, de azon vagyunk, hogy minél hamarabb megpróbáljuk a legjobb megoldást megtalálni. Most éppen a napokban bízom benne, hogy megérkezik egy új személy, akinek majd az lesz a feladat, hogy kontrollálja, koordinálja, ellenőrizze ezeket a brigádokat, ezeket a munkafolyamatoknak az elvégzését, és én mindenkit egy picike kis türelemre intenék, illetve egy kis türelmet kérnék mindenkitől. Én azt gondolom, hogy aki azért járja a várost, látja, hogy vannak nehézségek is, vannak gondok is ezzel kapcsolatban, ugyanakkor van nagyon sok előnye is a közmunkaprogramnak, ezt el kell ismerni. Azon vagyunk, nem csak én, hanem a városi kincstár is, sőt, hát én azt gondolom, hogy a képviselőtestület is, hogy jobb és jobb legyen a közmunkaprogram. Az senkinek nem célja, hogy ez ugye nem működjön, ez egy lehetőség, amiből lehet profitálni. Ha bármiféle ilyen észrevételek vannak, akkor azt megpróbáljuk kezelni. Én azt gondolom, ezt is megpróbáljuk kezelni, esetleg a kifizetéssel járó kellemetlenségeket, ugye az, hogy központi helyen kapják ezek a személyek a bérüket, esetleg nem úgy viselkednek, hangoskodnak minden hónap elején. Ezekre is megpróbáljuk a megoldást megtalálni. Egy pici türelmet kérnék, és az, hogyha van bármiféle olyan észrevétel, akkor azokat természetesen várjuk és igyekszünk megoldani.
Köszönöm szépen, kedves nézőink, a beküldött kérdések alapján ennyi fért mai. Megkérdeztük a Polgármester című műsorunkba, továbbra is várjuk bármilyen formában az észrevételéket, javaslataikat. Polgármester úr, köszönjük szépen a válaszokat, és önöknek köszönjük, hogy velünk tartottak.